telefon nálam folyamatosan van, a gyerekeknél este majd lesz, ha minden igaz. Megállunk ebédelni, és Szilágy Ballán alszunk ma este az iskola udvarán, várnak a polgármester úr és az iskolaigazgató. És ez a legnehezebb napunk, tehát 104 kilométert megyünk, az összes többi az ilyen kicsi újból lesz majd letekerve, főleg a Tátra közelébe. Jó lesz. Már most fáj mindenem, meg el sem indultunk. Körülbelül 10 km múlva kezdődik a messzes mászás. Yes, szép magyar nyelv, messzes mászás. Viszont az a jó hír, aki ismeri, az tudja, hogy ez a fele a könnyebbik fele. Tehát, hogy felmászni könnyebb, mint Zilakról hazajönni Kolozsvára. És a terv az, hogy a tetőn találkozunk. És csíp és minden, de... De mit csináltam? Még anno az elején. Bácsba elintéztem magam, hogy zsibbadjon az egész lába. Valakinek még valamilyen gyógyszer? Fájdalom? C-vitamin? Semmi esély, semmi kanyar. Nem ismerem. Nem, betűnt, mint állam. Bicikliket! Igen! Én nem mozdulok innen! Tu je bine pe trailer, dar e mult mai bine mașina poliției. Mulțumesc! Hai mă, dar cu ce ai ajuns? Thank you.
és sok munka vár ránk, és kell tartogassam az energiámat. Honnan van kekszedem? Kocsánom. Sok volt a lejtő, jó volt a tempó a túra a második felében, de az nem tetszik, hogy most lehet, hogy tovább kell menjünk. 29 kilométer, még bringán, nagyjából sík, tehát már megyünk sík, ki a... Sík van mindezben. Mi legyen ez? 20 percen belül legyünk bringa képesek, ami azt jelenti, hogy lassan elkezditek összefogni a kék. Itt van a második nap, és Tasnádon vagyunk. Eléggé kimerültem, és most még úgy döntöttünk, hogy Nagykárolyban fogunk szállást keresni, és még kéne 40 kilométert tekernünk, és most nagyon el vagyok azon gondolkodva, hogy kibírom-e vagy sem. Kicsit meg vagyok ijedve, de megpróbálom összeszedni magam.
szexi vagyok. Hogyha megy? Megy. Elindítottad? El. De nem villog. Ott egy kis piros. Akkor megy. Itt vagyunk most ezen a strandon, második napon. Mai nap volt egy kis probléma nekem, a váltóval, a biciklivel, meg úgy érzem fejben is, úgyhogy figyelni kellett, nehogy baj legyen. Ben kellett koncentrálni már a vége felé, úgyhogy kipróbáltam a második és a harmadik csapatot is, hogy milyen. Jó, jobb a hangulat, mint az elsőben, ahol inkább csak így hajtunk és megyünk, mint az állat. Cremo de unt, uita acolo, banc. Da, găsit. Károly kastélyban. Az épület 1482-ben épült először, mint egy kőház. A Mátyás király engedélyével Károly Lanc László építette. Mostani formát Károly István idejében éri el 1892 és 95 között, mikor lefedik a belső udvart. Forgófűtés volt az épületben, emeleten gőzfűtés, villanyáram és melegvíz. 1912-ig, akik itt a család után működik itt tüdőszanatórium, tisztikaszinó, kadétiskola, állategészségügyi központ, 58-tól pedig kultúrház, múzeum. Na,
tegnapi napról annyit, hogy nem viszünk bele általában olyan dolgokba titeket, amelyek gonoszak vagy rosszak, tehát nem azt akartuk, hogy meghajtsunk még 30 kilométert, és akkor valami nagyon gonosz dolog legyen belőle. Tehát ha ti is rugalmasak vagytok az ilyenfajta improvizálásokra, akkor ez lesz belőle. Ha néha úgy érzitek, hogy túl sok, amit kérünk, akkor lehet azt mondani, hogy nem, maradjunk Tasnádon, vagy maradjunk az X-en, nem menjünk tovább. Ma egy picit arra is fel kell készülni, hogy elhagyunk egy országot, és belépünk egy más országba, ami bizonyos változásokkal járhat, még nem tudom, hogy milyenekkel, de járhat. A vám után keresünk egy helyet, ahol félrehúzódhatunk, és újraindulhatunk. Talán nem ártana együtt maradni az elején, az első pár kilométerben. Neked is? Igen. 5 darab. Te lesz a gazsi ezen túl. Más valaki? Láttam, hogy te úgy nagyon... Nem, igen. Nem? Ez langyos. Jobban vagy motiv? Mehet? A kamera kezdi. Nem szabad, mert én az autóban légkondival megyek, s lehet meg. És amikor úgy kell pisilni, még a fejem is fáj. Minden bajom. Hát filmezik, ahogy szenvedek. Szenvedj arrafele szenvedj, jó? Jó tart! Kielőztelek! Dávid, van ezem, van olyan cuccom, ami leszedi gyorsan a pirosságot, majd bekegyünk, oké? Okay? Mármit lefújlak. Kicsit fogjuk, hideg lesz. Most egy jó. Igen, olyan autófesték, egy bőrszínűvel. Gyönyörű szép pirosságot. De nem kented bennyi, de én is bekentem neki. Mondtam, hogy engem nyába kensz, én leégek, ha kell. Most értünk Máriapocsra. Ez az első videónaplom. És gondolkoztam, hogy vajon miről beszélhetek. Arra gondoltam, hogy az volt nagyon furcsa az elmúlt pár napban, hogy elfelejtettem, 3 éve voltam utoljára túrán, hogy milyen, amikor változnak a rendszámok, és egyik megyéből a másikba kerülünk. Első nap már kiértünk Szilágy megyébe, utána átmentünk Szatmár megyébe, és ma pedig a határon. És így végül is milyen közel volt ez az egész. Ma kicsit vezettem, csaltam. Jól telik, nagyon jól telik. A csapat az elég más, mint amilyen szokott lenni. Ez már egy kicsit más generáció, azt hiszem. Jett Wilson is. Ő is kicsit másabb. Érdekes napom volt. Úgy kezdtem a biciklizést, hogy nem tudtam, hogy le van ereszkedve egy kicsit a kerekevés, hogy van egy kis defektem, és akkor nem tudtam, hogy miért megy olyan nehezen a kettes csapatban. Gondoltam, hát még a hármasból, hát hogyha jobban bírom a tempót. Azt sem bírtam annyira, és aztán le kellett szálljak, és kiderült, hogy teljesen le volt ereszkedve a kerekem, szóval nagyon jó.
Kicsit megerőltettem magam, de semmi baj. És ilyen lett szép harisnyám a lábamra, tehát fele piros, érésze fehér. Szóval ennyi volt a barulásból, amiről számítottam. Hát sikeresen itt van a harmadik nap vége. Felhúztuk már a sátrakat, én természetesen matracon alszok megint. Úgy érzem, mint a hátamon, mint a ezernyi hangya, vagy nem tudom, hogy mi menő össze-vissza, porrá égettem magam. A dusulás nagyon jó volt, strand profi, rengeteg csúszkáltunk. Bírni bírom, de már ma csak a hármasban volt lehetőségem menni, mert hogy elég fájt a lábam, a seb miatt biztos. A tegnapi napban a legjobban azt tetszett, hogy kinnogtunk a szabad ég alatt, gitároztunk, és az olyan chill volt, és pont erre volt szükségem, úgymond. Hol kell lezárni? Könnyezés kötődik, három csodatétel kötődik. Ebből a szempontból vagyunk mi érdekesek, mert nem tudok még egy olyan kegyhelyet mondani, ahol három csodatétel történt volna. Egy görög katolikus templomról és kegyhelyről van szó. Hát ahogy bejöttetek a templomba, ezt rögtön lehet látni, hogy egy nagyon díszes, szép görög templomunk van. Vigyázzatok, mert nagyon hideg a víz. Tehát ne nyomjátok egyből a torkotokra, jó? Szükségünk van arra a fajta segítségre, hogy átvezessenek a városon, hogy biztonságosan tudjuk el, hogy mi Nyíregyházát. Mi Nyíregyháza bejáratánál vagyunk most. Egy pillanat türelmet a kollégám beszélt ezügybe, mindjárt szólok neki. Köszönöm, igaz. Nyíregyházán vagyunk, most várjuk, hogy érkezzen a rendőrség. Volt valami kis félreértés, úgy tűnik, hogy fizetést vártak azért, hogy átvigyenek minket Nyíregyházán, viszont Zsolt hősiesen lebeszélt róluk mindenféle anyagi terhelést. Most srácok kicsit esznek, isznak, megpihennek az árnyékba, és nekivágunk a következő állomásnak. Benne vagyunk a tényleg! Agyú! Én keresztelő viszont megkeresztellek, és ezentúl Bonifác leszel. Harmadik Bonifác.
kamerának kell lenni az egészet. Biztonság kell. Ne hozzunk darktépet, tejük vissza. Szépen lassan. Lassan. Elborul. Ennyi. Ó. Ez felborul. Nem fog. Felborul. Lök vissza. Enged vissza. Vedd ki a szélzalóra. Még. Vedd ki a lábad. Normális. Így? Na, finoman ereszed. Sziasztok, Márk vagyok, még túléltem a mai napot, a tisztában vagyok, megpróbálok nem megfulladni, és éppenséggel Kristóf mellényét is keresik. Valahol a tisztában, mert eltűnt. Illetve megyek arrébb, meg kicsit kezdek el tűnni az iszapban. Na, a sorompót sikeresen levertük, a mávot meggazdagítottuk. Szóval az első napló videóm is elkészül. Tokaj városában vagyunk, és arra egy remek tó folyó partján vagyunk. Itt vagyunk a kempingen, és remek napunk volt, nagyon meleg volt, de kibírtunk. A szervezők mindig hozták a hideg vizet, hideg hűsítőket, és rengeteg szúnyog van, de az út remek volt, nagyon jól haladtunk, egy-két bakén kívül, mint például az, hogy Robi sajnos leesett. A mai napom az egyik legnehezebbnek indult. Két defekte kezdtem, és utána, amikor végre azt hittem, hogy jó lesz minden, estem egy jó nagyot, tiszta vér vagyok, de még élek. Köszönök mindenkit Tokaj hegyalján, tájakösségben, a Homoki családi pincészetben. Tokaji hírnevét, a nemzetközi hírnevét a különleges minőségi borainknak, a szamorodni és asszuboroknak köszönhetjük,
Az első asszúbort 1631-ben készítették el, de a szamorodni borokat már a 15. század elején sikerült kitapasztalni, hogy hogy készítik. Ennek a tradíciónak és ennek a több évszázados borkészítési hagyománynak mai napig megvan a sajátossága, megvan a saját ízvilága. Ez humán jön most, készülhet egy picit. András és Moti, hol vagytok? Itt a nagy lehetőség. Jancsi. Jó, szuk, nagyon jó. Oké, miről híres Vizsoly? Itt vagyok meg a Biblián, majd. Ki? Ugye a Vámig van egy olyan 5-6-7 kilométer, nem tudom pontosan. Ott még tartunk egy pihenőt, most elmentünk friss vízért meg innivalóért, ott még tartunk egy pihenőt, és akkor eldöntjük, hogy ki az, aki kassára bebringázik, mert olyan lesz, mint hazafele a Fenes-Kolozsvár. A belvárosban lakunk, egy Szakkai József nevű ipari szakközépiskolába. Mindenkinek lesz majd hálótársa a szobába, ezt kitaláljuk, mikor megérkeztünk. De az a lényeg, hogy meg lehet támadni az zuhanyokat, mi meg gondoskodunk, hogy a pizza meglegyen. Nagyon fontos, hogy ne essünk le, ne legyen bajunk, mert nem lesz mit csinálni 50 pizzával Kassán. A bejáratához, szlovák rendőrség nélkül úgy érzem, hogy nem volt szükség már rájuk, nagyon szépen vonult a három csapat külön-külön. Sokat segítenek a mellények, a hátsó villogók, a sofőrök kiváló munkát végeznek, tehát nagyon szépen kommunikálunk. Hát egy nagyon komoly, gyorsforgalmi úton jöttünk be, és 50-en vagyunk, hát az nem egy könnyű dolog. Most hamarosan megyünk a sulihoz, reméljük, hogy bejutunk, nem kaptunk életjelet ma tőlük, úgyhogy nagyon remélem, hogy lesz, hol aludunk ma este, de a pizza az már megjött, tehát a szlovák pizza az minden esetre pozitívan indítja az első napunkat Szlovákiában, mert hamarabb odaért, mint mi. Szélén. Úgyhogy megint visszaülünk a bringákra, most megyünk a bentlakásra. Jó? Bentlakásba. Jó? Úgyhogy szépen elpakoljuk a pizzát, megnézzük, hogy hova kell menni, és akkor még egyet ráhúzunk. Oké, okay. De most nem tudod rá, de nová is a jót elúvádik, itt a tökcsúsz pegyár. Yes. És kofile frumos a láb. De azt nem szabad, és praktikus, hogy mi fel. Köszönöm. Gergő,
Írjuk be a telefonodba az új címet, Jetlikovár 11, és lássuk, hogy hova visz. És nevén, az X-szor, vagy demontói, szöjtszporra mondtói szanukorném, Fukáska. Jetlikovár 11. Szeretem azt, hogy ilyenkor megértőek, és nem lopkodnak a hátul magukról, és nem hisztiznek, hogy jaj, miért, nem leülnek, és nyugodtan wifiznek, és kivárják, hogy jöjjön a lántotta is. Ilyenkor még el vannak, kaptak műzli, és az elég. Most van wifi, most semmi nem kell, most a wifin keresztül táplálkoznak. Figyeltétek, hogy mennyivel másabb este hét után biciklizni, mint napközben, tehát sokkal jobban megy a dolog. És nem szúrtunk el semmit a tegnap egyszerűen, csak annyi, hogy volt 90 km mennivaló. Nem az iskolához kellett volna menjünk, hanem a belakáshoz, hogy éjszaka a keresgéltünk a városban, nagyon izgalmas volt. Viszont én már a szlovák határ után a kocsiban voltam, és azt figyeltem, hogy a sofőrök mennyire izgulnak az éjszakai utazás miatt. És nem tudom, hova megyek. Nagyon és szép, és megnéztük Rákóczinek a sírját. És meg otthon Bercsényi, meg végül az anyukáját nem temették Zirinyi Ilonát. És nagyon szeretjük a pihenő napot. Igen. Nagyon nagy szükségünk volt rá. És gyönyörű kas. Nagyon szép a város. Ez a ház egyik az öt legrégebb sörözőből Európában. Itt vagyunk végre Kassán, Norbival, Szlovákiában. Hát mit állj meg, hát gyere mellettem! Szóval jó volt, hogy egy ilyen viszonylag kultúrált helyen tölthettük az estét, szóval van fedél a fejünk felett, és nem egy sátorban kell lennünk. Ma pedig bejártuk Kassát, megnéztük,
A belváros elég kicsi, de az szép. A külseje az pedig elég ilyen Szovjetunió. Csapat, minden megy gördülékenyen. Teljesen jó kirándulás. És nagyon élvezem azt, hogy minden reggel máskor kerünk fel. Számomra fizikailag eddig elég megerőltető volt, de a csapat az, ami így előrehajt. Zümeztem azt, hogy mit tudom, és lakunk azt, hogy ez abszolút megszállítás. Valóban aztán mutatom, hogy tudom, hogy még az lakunk a telje. Ez a szuper ekipassi, meg a Én hozom a formámat, szokás szerint mindenki biciklijét megjavítottam, csak épp a sajátomat, nem úgy, hogy emiatt kicsit furán érzem magam, de már megszoktam. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon rég volt az, hogy plusz-minusz 4 órával se tudja megmondani, hogy hány óra van. És ez nagyon sokat elmond. Biztatott, és mi mondta, hogy kaja, és motivált, és... Ez jó, hát úgy érzem, hogy kezd elhagyni a testem, és fizikailag... Kicsit túl sok lájkot nyomtok minden képhez, szerintem a telefont el kéne rakni. Update tour, majdse vakala turu francei. Tot Facebooku je plinku pozadin turu vostru sütet stare. Pár centivel elcsúszott. Jó, lemsény. Mehetünk? Igen. Kérlek, hogy a mászást úgy oldjuk meg, hogy az első kocsi előre megy pár száz métert, te mászol a saját tempódba, a hátad mögött levő kocsi megvárja, amíg szinte felérsz, és utána jön. Nem jön veled lépésben az autó, mert nem tud, főleg az utolsó nagy autók nem tudnak jönni lépésbe, az nem tesz jót nekik. Keys for the camera! Keys for the camera! Köszönöm szépen! Jó nap volt! Jó 2016. július 15-e. Nem tudom milyen nap van.
ahogy a táborban múlnak a napok, és a kilométerek is egyre kevesebbek, és közelebb kerülünk Krakkóhoz, valahogy az ember elveszti az időérzékét. Ím a háttérben látjuk Szepesvár alját, azaz ott vagyunk, és ott a vár, és mi itt vagyunk, és ő ott van. És a mai adag az 85 kilométer volt, ami nem semmi, egy iszonyú nehéz hágóval. A körmeim azok már rettentően nagyok, tehát már egyszerűen hordhatatlan, de ez se zavar, mérői manikűr. Most hűvösebb van, sokkal hűvösebb van, érzik is. Mindenki felveszi a felsőt, mindenki sátrat állít, senki sem alszik szabad ég alatt, annak ellenére, hogy az eső nem fog esni, de reméljük, hogy megküzdünk a hűvösebb időjárással is. Puszi! Kellemetlen. Nézzétek el, mennyivel rosszabb lett volna, hogyha 6 napon keresztül esett volna, mert olyan túránk is volt, hogy nem jöttünk ki az esőből, tehát az eső érte az esőt. Úgyhogy adjunk hálát az Istennek és a Pocsi Máriának ahhoz, hogy Kassán találkoztunk először az esővel is bent lakásba. És ez ami van, tehát ennek a pozitív oldal az az, hogy nem áztunk meg, amikor megérkeztünk, alvás közben ért az eső sokatokat. Az egyetlen logisztikai kérdés az, hogy tudjuk a sátrat leszedni, úgyhogy ne rohadjon bele a zsákba, tehát ezt még ki kell találjuk. De ne riasszon meg senkit, se a hideg, se ez az időjárás. Tehát ezt nálunk fel úgy mondják, hogy mókány eső, vagy apró szemű eső a biciklitúra esetében. A Szepesi vár ezen egyedülálló terület központját képezi. Ugyanakkor hosszú éveken át a szepesi világi hatalom központja is volt, napjainkban pedig a szepesség természetes középpontja. A keleti oldal főkapuja érdekes védelmi megoldást alkalmaz. Az első védelmi vonalat alkotó. Feltankoltam. Azt hiszem, ennyire nem örvendettek még pénznek sem, basszus. Megállás nélkül csak bringázunk. Nem zavarnak a körülmények. Ugye?
követ fel, mondtam, hogy lesz ilyen. Emlékeztek? Nem emlékeztek? Nem. Tehát mondtam, hogy lesz ilyen. Tehát ez egy ilyen nap, és ez már nem szimulálás, tehát ez már élőbe ment, és nagyon nehéz volt. Tehát minden szempontból, kocsiknak nehéz volt ezt a helyet megszerezni, és a szállásainkat megszerezni borzasztó nehéz volt, de itt vagyunk az egészen egyben. Tehát nagyon-nagyon büszke vagyok mindenkire, szuper, szuper jó dolog tudni azt, hogy nem lett senkinek semmi baja, és kibírta. Meggyőztünk egy családot, hogy adja ide a házát. És van egy emeletes házunk, tehát az egész csapatnak van egy emeletes háza. Földszinten van vagy két szoba és egy nappal is, fent a csigalépcső tetejében van két szoba. Összesen van egy fürdő és egy vécé assze. Most ebbe a házba úgy én kiszámoltam, így elférünk 35-ön körülbelül. Igen? Ez nagyjából a tiétek. A szervezőknek kitalálunk valamit, meglátjuk, hogy hogy. Az a lényeg, hogy van mindenkinek fedél a feje felett most már. Nagyon szépen kipipáltuk a tegnapi napot, ezt dicsérjük meg magunkat, és hát az idő nem tart velünk, tehát hogy egyre elkeserítőbb az állapota a felhőknek. A jó hír az, hogy a szlovák-lengyel határon, tehát hogy 50 méterre vagy 100 méterre a határtól találtunk egy vadászpanziót, egy luxuspanziót, ami nyilván tele van és el van foglalva, viszont van egy óriási zöld terület a háta mögött, van egy focipályája és van egy fedett teniszpályája. És van két zuhanyzója és két WC-je, tehát ez nekünk ideális, igen? Tehát minden amire szükségünk van, ez megvalósult. Jó, akkor megreszkírozom, hogy megkérdezem, hány ember gondolkozik abban, hogy legalábbis elinduljon biciklivel és letekeri ezt a mai 46 kilométert? Nagyjából azt reméltem, hogy lesz 15 mingás, de pont 11, tehát ez nem rossz. Tehát ez így oké. Extrém körülmények között a 13 komoly hős. Ezt meg a szülőknek elküldjük. Nem, ez eddig nem jó, volt a nehéz. Nagyon örülök, hogy így fogjátok fel. Legalább nincs meleg. Még van egy pici forgalmas rész, és aztán a kutya sem megy a hegyre, csak mi.
és akkor nyugodtan leszakadtam tól. Marad csak ki! Szívesen elfogadom. Szerintem nem lenne nagy különbség, ha gyalog megyünk, vagy biciklivel. Ugyanúgy mennék. Kétszer megöntsolt a lábom. Hoppá, 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 hoppá. Jaj, ne nyújj hozzám, mert vizes vagy! Két fok volt, és nagyon fújt a szél, ezért egyenesen se lehetett haladni. 7-8 km per órával mentünk, de minden nagyon jól sikeredett, és egy nagyon kényelmes teniszpályán alhattunk, aminek nagyon puha a talaja, és mindenki nagyon jól fog aludni, és már mindenki várta ezt, mert nagyon hideg volt, és nagyon jó. Ugye lássuk be, kocsiba ülni nem olyan, mint tekerni a biciklin. Tehát, hogyha holnap menni kell ugyanebben az állapotban, és szeretném, hogyha néhányan egy kicsit összeszorítanátok a fogatokba, tehát, hogy nektek a bringán is helyetek kell legyen, amikor ilyen az idő. Rettenetes rossz volt az időjárás, és ennek ellenére mi igyekeztünk mindent megadni, tehát főztük a teját, mint állat, kifosztottuk az OMV-t, de hatalmas buli volt, tehát hogy most már csak a blogról fogjátok látni ezt, de azt akarom mondani, hogy elképzelhető, holnap ugyanezt játsszuk, és akkor emiatt, hogy ugyanezt játsszuk, nekem szükségem volna arra, hogy néhány ember még összeszorítsa a fogát, és kipróbálja azt, hogy miért jött erre a túrára. Ați comportat exemplar și se vede faptul că această experiență extremă pentru voi vă încheagă ca și grup și ca și relație de prietenie. Și mai sunt două zile. Va fi din ce în ce mai bine. Vreau să intrăm în pas de defilare în Cracovia. Mai kliensem a hajszalomban, az első kliensem, Polacek Zsófi. És azt szeretném kérdezni, hogy milyen volt az éjszakád? Az éjszakát a teniszpályán töltöttem. Érdekes. Elég hideg volt, de hamar elaludtam, mert álmos voltam. Már csak a rozsdát kéne eltudásabb a lábzomról. És a hűlést persze. De az már mellékes. Te ma megkülve is fogadjon? Igyekszem. Ha már végképp nem bírom, lehet, hogy beülök, de azt mondják, hogy ma könnyebb lesz a tennap. Szeretnék szólni, hogy a szakácsunk az éjjel átváltozott mosómedvévé, és egész éjjel szállította a ruhákat, meg amennyi cipőt tudott, úgyhogy azt kezdtem, hogy mibe kerül, és azt mondta, hogy egy tapsba.
tapasztalatom az, hogy Lengyelországban keskenyek az utak, tehát nincsenek széles utaik, nagyon jó aszfalt van, de keskenyek, és forgalmasak. Tehát a mai napon kiérünk egy adott pillanatban egy főútra, és kamionok mennek rajta. Tehát nagyon fontos ez az 1-es, 2-es, 3-as történet, hogy jól működjön. A szálláshelyünk ráadásul megint fenn van egy hegyen, tehát a megérkezés is szerpentines. Tehát azt jelenti, hogy ki kell mászni vagy 7-8 szerpentin, körülbelül fele annak, ami itt volt a tegnap, és akkor luxus vacsora. Én olyan 6-7-re kértem a kaját, annak függvényében, hogy mennyit csúszunk, annak függvényében csúsztatjuk előre a kajálást is. Érzem magam, repülők, itt vagyok Lengyelországban, szép házak, jó nagy emelkedők, jó nagy ereszkedők, nagyon jól érzem magam. A tegnap nagyon iszonyatosan szörnyű nap volt, viszont Paul és Csaba nagyon sokat segítettek, és Zsolt is nagyon sokat segített. Ahogy megérkeztünk, levetkőztettek be a forró zuhanyba, száraz ruhát ránk, be a hálózsákba melegedjünk át. Nagyon-nagyon jól érzem magam, nagyon szeretem a csapatot. Paul a külön köszönet, hogy nem éhezek, és hogy nem fázok meg ilyenek. Nagyon vigyázzak meg, és nagyon jól érzem magam, és most repülnék legszívesebben. Az, hogy mind a két sáv le van blokkálva, mert két autó frontálisan ütközött. Én úgy láttam, hogy nem volt halálos baleset, tehát nem volt semmi erre utaló jel, de egészen durva, szóval biztosan sok ideig fognak majd helyszínálni. Úgyhogy most nagyon kell dolgozunk azon, hogy összeszedjük magunkat, és minden erőnkkel eltereljük a bicásokat valahova máshova, ami valószínűleg plusz 20 kilométert fog hozzáadni a mai, amúgy is 80 kilométeres távhoz. Ez egy elég vészhelyzet, de sajnos nincs mit tegyünk. Sei popa. Ti popa? Lasa bici Cristo și pe Gergo. Dai forte urât accidentul, deci nu se poate trage nici mașina. Și vin acum ai mei, urcă sus, toți bicicliștii și Gergo trec și noi mergem jos cu mașinile, înconjurăm, îi luăm și am plecat. Bine? Ok. Előben nem megy, kiültünk. Köszönöm szépen!
amire kértünk, amit el akartunk mondani, amit ki akartunk fejezni. Ezt kell megcsinálni, láttátok? Ezt kell megcsinálni. Ez volt fordítás. Bravo, ez. Tehát végünk van. Hát fél lábbal mondhatom így, fél lábbal meg egész lábbal krakkoljak. De az szóval egész lábbal. Most már egész. De a szívük az magyar, meg egy kicsit lengyel. És nem jutottuk volna idáig csak a biciklikkel meg bocsikkal, ha nincsenek ők összekötő emberként. Tehát a Facebook felforrósodott, annyit tárgyaltunk erről. Egyetlen egy pillanat volt, amikor úgy éreztem, hogy feladom. Felfelmásztunk az ég szerpentinen, és utolsó lettem a csapatba. A kocsi kísért mellettem, és akkor beszóltak, hogy hajrá, és az úgy nagyon jól esett, és végül annyira felküzdöttem magam, hogy 5-6-ként értem be a célba, úgyhogy lehajtam a többieket is, úgyhogy semmi se lehetetlen, csak igazából akarni kell. Szinte hihetetlen, hogy már csak egy nap van. Nem én, hogy elhiggyem, hogy vége, és nem akarom, hogy vége legyen. Fogalmam sincs, hogy hol vagyunk, valami vuzz-vuzz-vuzz-vuzz nevű helyen, valami lengyel helyen. Meleg kajával vártak, és nagyon finom is volt egyben. Aztán meg kis faházakba kerültünk, hát mi 10 vagyunk itt. Van egy zuhanyzó kabinunk, amiben nagyon jó gőzfürdőt lehet venni, amit már megtettem. És most már csak a pihenés. Az az élet. Nagyon elégedettek vagyunk a szervezők a tegnapi nappal. Úgy gondoljuk, hogy a tegnapi nap volt az, ahol a túrának a pulzusa úgy ment, amikor a Rolls-Royce gyárban megcsinálják a motort, és akkor a mérnökök így odaállnak, és nekünk Tehát, hogy nem tudom, más hasonló, valami női hasonlatot is kell mondjak. Olyan, amikor 3,5 órát csinálják a frizurádat, és akkor először így a tükörbe így megmutatják, és azt mondja, hogy Tudod? Na, ilyen volt a tegnapi nap, és persze átírva a biciklitúrára és arra a feelingre, hogy még van 1-2 kilométer, és akkor meglátod a szerpentint. Tehát, hogy nem volt könnyű. Nagyon büszkék vagyunk rátok. Lehet jönni vissza a repetálásra.
Fáj! Yes! Kezdődik a bicikli út a belvárosba, és kocsiktól elzárt, tehát autók nem is lesznek. Mi most elválunk tőletek teljesen, tehát az összes kocsival elmegyünk és leparkolunk. Ágod, te legalább megvagy. Azért törelgettem az oszlopot, mert kell érkezzenek a gyerekek, és nem vagyok stresszel. Annyira nem tudtam elképzelni, hogy egy ilyet meg tudok csinálni. Tehát amikor néztem a filmeket, mindig arra gondoltam, hogy én biztos nem leszek ott, mert nincs annyi testi és lelki erőm, hogy végigcsináljak egy ilyet. És ahhoz képest itt vagyok. És mégsem tűnt annyira nehéznek, mert mindent meg lehetett oldani. Az, amikor csak 13-an tekertünk, abban a borzalmas időben olyan szél volt, hogy komolyan túlkoros levittek kétszer az útról, eszméletlen volt, és a nap végén, mikor megérkeztünk, az a sikerélmény, hogy meg tudtad csinálni, és nem adtad fel, annak ellenére, hogy egy kezdő biciklisnek érzem magamat, szóval nem mondhatom, hogy olyan sokat edzettem rá, de úgy gondolom, hogy az volt a legjobb élményem ezen a bicatúrán. Én vagyok a Maci papa. Ez egyik legnagyobb megtiszteltetés, amiért eddigi túrák alatt ilyen nagy felelősséget és egy ilyen óvodás csoportot kapjak magamnak, amit vezessek. De nagyon-nagyon-nagyon profi, és élveztem az egészet. És sajnos emiatt pakik is történtek, főleg, hogy nagyon csaptam egy sorompot. Azóta, ahány sorompon átmentünk bármilyen országon, visszaraktam kettesbe az autót és átgázoltam rajta, hogy a biztonság kedvéért ne üssek el semmit, szóval meg fogom még álmodni egy pár szereket a soropos cuccokat.
már mindenki így benne van ezekbe a, az indulunk, és vigyázz kanál is, és ezek. És kb. Mindenki azon veszi néha észre magát, hogy az utcán is megyünk, és ugyanazt csináljuk a bicikli nélkül. Utolsó pillanatban felfele egy hegyen leesett a láncom, és elindultam, és nem váltott a bicikli. És nem lehetett megcsinálni, nem volt idő, és nem tudtam biciklivel bejönni Krakóba, ami nem tudom, nagyon-nagyon rosszul esett. Egy adott ponton megfogtam Nóra kezét, és 100 méteren keresztül úgy jöttünk fel, hogy fogtam a kezét, és így láttam benne, hogy erőre kapott, és kimászta azt az utolsó hegyet is, ami tényleg nagyon nehéz volt szerintem. Esőben fáztak, minden bajuk volt már, és tényleg az az utolsó szerpentin, az nem kellett nekik, de nagyon bátrak voltak, és megcsináltak, és nagyon-nagyon büszke vagyok mindegyikőjükre. Eszembe jutott az, amikor túra előtt körülbelül 2-3 héttel jól ponton bementem az OSZ irodájába, és azt mondtam, hogy én nem akarok eljutni a túrára személyes okok miatt. És most csak mosolyogni tudok azon, hogy egyáltalán kimondtam ilyen baromságot valaha is. És nagyon köszönöm, hogy nem hagyta, hogy erről nem mondjak. Túra előtti reggel borzasztóan féltem, és nem tudtam, hogy mitől félek, csak féltem, és még sírtam is, és nem tudtam, hogy most mi fog történni, és ijesztő volt az egész. És az volt a fura, hogy amikor elindultunk a biciklivel ki a suliból, és már mentünk, eljutottunk a sarokig, akkor nyugodtam meg. És úgy éreztem, hogy ez így most így rendben van, és minden oké. Most mondhatnám azt, hogy lány vagyok, és milyen jó kifogás, de nem, mert tényleg nagyon nehezen bírtam, de örülök, hogy mindent beleadtam, amit tőlem telhetett. És most, hogy már itt ülünk a hűvön, és kényelemben vagyunk, csak, mintha csak most kezdődne el az igazi kaland, és úgy folytatnám tovább, ringán. Mennék. Azon gondolkoztam végig, majd, hogy akkor esette igazából, hogy mekkora felelősség volt a fejemen, amikor Krakóba beérkeztünk, vagyis beérkeztünk az autókostán, megérkeztetek ti is, akkor teljesen megfordult a szemléletem a biciklivel nézve, mert hogy hiányzott az a feeling, az a biciklis feeling, hogy amikor egy egész nap tekersz, és boldog vagy, hogy megcsináltad, és hogy mennyire vagány, nem tudom mi, hogy odaértél, és hogy tekertél, de egy autóban ez nem érződik, de úgy az összkép, amikor elérsz a végcélba, és tényleg, hogy semmi probléma nem volt, és megérkeztünk Krakóba, akkor leesett, hogy tényleg, hogy sofőrként is, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magány ez az egész. Olyan nagyon nehéz volt felkelni, meg elmenni Krakóig. Vreau să vă dau un sfat. Orice visați să realizați, voi veți realiza în viață. Deci orice visați și vă doriți să realizați în viață, voi veți realiza. Pentru că am mare, mare încredere în voi. Büszke vagyok mindegyikötökre, de különösen kiemelném Kristófot, mert ő még nem jön rá szerintem, de
hatodikosként, hogy ezt megcsinálni, és többet tekert, mint én, és tényleg megcsinált, az hihetetlen, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Si tati, mulțumesc mes kai venit cu noi și a fost cea mai tare experiență pe care am trăit-o împreună și îți mulțumesc. Utólag is elnézést kérek, hogyha igen, katonásan fogalmaztam bizonyos pillanatokban, de úgy a világ végéig elmennék veletek. Ugye egyenként is, és úgy az egészetekkel is. Ez a tuba bolondoknak való, és jó érzés volt bolondnak lenni. Lehetőséget adtak arra, hogy ahogy Paul mondta, hogy átlépjük a saját határainkat. Lássuk azt, hogy feszegessük a határokat, lássuk azt, hogy mire vagyunk képesek, mire nem vagyunk képesek, hogy hol vannak egyáltalán a határaink, vannak-e határaink. Hétszáz fárasztó kilométer, 12 nap, 50 szuperember. Egy élmény, és egy életre szóló kaland. Köszönöm szépen!